Illyes Gyula egy mondat a zsarnokságról. A zsarnokság van, az zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, zsarnokság van, nem csak a füstsötéten lobogó várbeszédben, beismerésben, bravok felborzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, hogy zsarnokság van, nem csak a katonáson kattogtató vigyázban, tűzben, a dobolásban, abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon, félig nyílt ajtón, hihetetlen besutogó hírekben, a száj elé, hultan, visszjelző újban, a zsarnokságban, nem csak a rácsszilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan, vergődő jajsikóiban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimeredt szembogárban. A zsarnokságban, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, a zsarnokságban nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, küldben az operában, épp új hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már fecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, abban megáll a kapuajban. A zsarnokságban ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég Istenet sem. A zsarnokságban az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, a szöges drótnál jobban mutató szólamokban, az öt van a búcsúcsokban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen ruhában szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca meg vagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a násziágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már rövére, beleheveltél, azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, az ott van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában, mint hova az ablak, és bedől a dögszak, mint a házban, valahol gázfolyás van. A magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy tüketlen. Fönt a tejút is már más, hatásától fénypásztáz, aknamező a csillag, érne elő ablak. A nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatában, mert zsarnokság szól lázból, parancsugásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, színpad, meg annyi színpad. Úgy, hogy nyitod a pillár, mind azt tekint el, mint a betegség, belegmegy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rakodj, rakodj, sem erre kaptod. Egyen és tenger mellett, be ezt lehelled, cikáz a villám, az van minden, váratlan, zörejben, fényben, a szívökkenésben, a nyugalomban, a bilincsunalomban, a záporzuhogásban, az égigérő rácsban, a cellafal fehéren lezáró hóesésben, az néz rá, kutyát szemén át, mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted, kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből. Ő les, hiába nál, fogoly vagy, s egyben foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beírulunk, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mint ő eléd varázsol. Már körbe lángol erdőt üsz kufaszálból, mert amikor ledobtad el, nem kiportad, s így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, és nem érzed már, mi élni, hús és kenyér, mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, sporja. Ha eszel, őt növeszted, ha
gyermeket. Neki nemzett, hogy zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőle fűzli, árad magadik zsarnokságban. Lakonként napsütésben, így járunk napsütésben, leszengünk kamarában, akár szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiába. A dal is, az ilyen hű, akármilyen mű. Mert ott áll, eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, orod is megszolgál. Kedves jelenlévők, nem exhibicionistból olvastam fel ezt a verset, hanem azért, mert ez eszmélésemnek egyik legnagyobb élménye volt. Amikor ez a vers a kezembe került, akkor nyilvánvalóan nem jelent még meg nyomtatásban, hanem ilyen gépelt változatban terjesztettük a 70-es évek végén. Különböző hibákkal azokat a hibákat már kijavították. És akkor, amikor az ember egyetemista volt, kicsit már később, akkor próbáltuk megérteni, mi is volt az az időszak, amelyik elvezetett 1956 forradalmához. Azért olvastam fel ezt a verset, mert ennél szebben, összefogottabban nem lehet elmondani, hogy mi volt az a terror, mi volt az a zsarnokság, ami 49 és 53-54 között a magyarországi viszonyokat meghatározta. Itt olyan mondatok vannak, hogy megállt a kapuajban, micsoda, hát a fekete autó, meg bármikor megállt a kapuajban, az idősebbek tudják, mi az, hogy csengőfrász. Mi is volt a csengőfrász? Mindenki akkor rettegett, amikor becsöngettek, hogy vajon nem érte jöttek-e, vagy nem a papáért jöttek-e, nem fognak-e elvinni valakit. Ugye ez volt az a legborzalmasabb korszaka ennek a kommunista diktatúrának, 49 és 53-54 között, amikor mindenki abban a rettegésben ér, hogy bármikor elvihetik. Bármikor elvihetik őt, bármikor elvihetik a szeretteit. És hát tudtuk azt, hogy ha elviszi, akkor onnan vagy visszajön, vagy nem. Ha elviszi az álló, akkor nagy valószínűséggel legalábbis megverik. De nem csak megverik, hanem megkínozzák. És hogy milyen kínzások között, azt most ugye elcsetelni nem akarom, de mondjuk az, hogy letépik a körmét, az, hogy szöget vernek a körme alá, Az ugye szinte közismert módja volt a kínzásnak. És amikor az ember elolvas egy-egy ilyen jegyzőkönyvet, hogy miért is kínozták? Mert bevitték és azt mondták, hogy például, hogy jugoszlávként, és vallja be. És az illető nem értette, hogy ez az ostobaság hogy juthat valakinek az eszébe. De kiderült, hogy kreálni kell jugoszlávként, és azért viszik be. És addig verték, míg azt nem mondta, hogy ő jugoszláv kém. De ha azt mondta, hogy jugoszláv kém, akkor már előbb elő volt készítve a koncepciós perc. Hiszen ő maga vallotta be. El lehetett indulni egy bírósági tárgyaláson, a bírósági tárgyaláson pedig akár halálra is lehetett ítélni. Ez a világ, ez ma a mai ésszel teljesen elképzelhetetlen. De ez egy valódi világ volt Magyarországon. Egy olyan világ, ami a legenyhébb kifejezés az, hogy irracionális. Nem irracionális volt, egy borzalmas, gyilkos világ volt, aminek voltak ilyen teljesen irracionális elemek. Az ember sose tudhatta, hogy ő maga, hogyan, ha kimegy az utcára, visszajön-e. Ugye ez a keserves vicce maradt meg abból az időszakból, hogy később a 60-as évek elején két barát találkozik és kérdezi, hogy te hol voltál, hát ültem. És mennyit ültél? Hát 5 évet, de a 8 évet, és miért kaptad? Semmiért. Nem igaz, semmiért, csak 5 évet kaptak. Tehát a keserűség, a gyomorúság az ugye átfordul Magyarországon mindig valamilyen abszolút humorba, de hát való igaz, hogy bármikor lehetett. El lehetett jutni recskre, recskről aztán vagy élve hazajött valaki, vagy nem jött haza élve, vagy olyan betegen jött haza, itthon már. Csak elpusztulni. Ez az időszak volt az, amelyik azt a jó anyagot összegyűjtötte, amelyik lényegében 56-ig elvezetett. A forradalom 56-ban tört ki. Akkor tört ki, amikor már nem volt ekkora nagyon nyomás.
de a forradalmak természete általában az, hogy a társadalom fejlődésnek abban a pillanatában robbannak ki, amikor már a fedél alól jön elő a gőz. Ez minden forradalomnál, igen, nem a legnagyobb elnyomás idején robban ki, hanem amikor már lazul valamennyire a diktatúra. Ugye 53-ban Nagy Imre volt a miniszterelnök, 55-ig egy csomó mindent visszavont, a nyomást valamelyest csökkentette, és 56-ban így tört ki a forradalom. Az 56-os forradalom előkészítésében ugye sok olyan jeles személyiség volt ott, aki aztán 89-ben megjelenik újra, 85-89 között újra megjelenik a politikai szintén. Nagy Imre munkatársai között voltak újságírók, voltak történészek, voltak olyanok ugye 53 és 55 között, akik azt az együlést, ami a Sztálin halála utáni időszakra beállt, azt próbálták segíteni. Ez a folyamat, ez ugye 55-ben megszakadt, de aztán 56-ban ugye elindult egy gyorsabb folyam. 56-ban az előkészítését a forradalomnak lényegében ezek az értelmiségi körök indították. Úgy ott a Petőfi kör, a Petőfi kör történetet jól ismerjük, az értelmiségi vitafórum volt a Petőfi kör. 56 tavaszán, májusban, márciusban, áprilisban, májusban nagy viták voltak a Petőfi körben, olyan viták, amelyek addig elképzelhetetlenek voltak. Például a történész vita, amely miről szól? Hát lényegében a sztálinizmus természetéről és arról, hogy hogyan kellene ezen változtatni. Mi kellett ahhoz, hogy ez Magyarországon megtörténessé? Hát lényegében a 20. kongresszusa a Szovjet Kommunista Pártnak, ugye Hruscsov elmondta annak a titkos beszédét, ami aztán már nem maradt titokban, mert ugye minden titok mindig kiszivárog, és ez erjesztőleg hatott a magyarországi közgondolkodásra és politikai gondolkodásra. Tehát a folyamat a forradalomhoz értelmiségi előmunka vezetett el. Nagyon érdekes az, hogy ezek a viták lezajlódtak, azokat az embereket, akik abban részt vettek, igazából nem bántották, mert a hatalom akkor már nem tudta, hogy mit kell velük kezdeni, vagy mit lehet velük kezdeni. És akkor volt még egy érdekes mozzanat, ugye a Rajk Imre, Rajk László temetése. Rajk László 1949-ben koncepciós perben elítélték, kivégezték, és hát rendesen nem temették el. Rendesen nem temették el, az azt jelentette, hogy úgymond a 20. kongresszus után rehabilitálták, tehát 56-ban kimondták azt, hogy az ő kivégzése az jogszerűtlen volt, jogtipás volt, és 56. október 6-án volt a Rajk újra temetése, vagy Rajk László temetése, 56. október 6-án. Az volt az első nagy tüntetés. Ott már sokan ott voltak azon a temetésen, és ott már úgy mutatkozott valami, hogy milyen érdekes, hogy Rajk László temetésén itt ennyien itt vagyunk. És akkor ugye a folyamat elment egészen odáig, hogy 22-én a szegedi diákok megfogalmazták, hogy mit szeretnének. És a szegedi diákok a válaszként megjelent ugye a magyar diákok a válasz a 23-ig. Volt még egy nemzetközi mozzanat, amit be kell kapcsolnunk, mert ez mindig benne van a magyar történelemben, Lengyelország. Ugye a poznányi felkelés és a poznányi munkáslázadás és felkelés az sikerrel járt 56 júniusában. Megbuktatták Bierutot. Bierut volt a lengyel Rákosi. Bierutot megbuktatták és jött a nemzeti kommunista vezető Gomulka. Gomulka körülbelül olyan volt, mint Nagy Imre. És Gomulka győzött, Gomulka átvette az ország irányítását és a lengyelek eufóriában éltek, hiszen a lengyel forradalom győzött. Ez igen jelentős hatással volt az akkori magyarországi eljegyésre, hogy igenis lehet. Tehát el lehet érni azt, hogy a gyűlölt vezértől megszabadulunk, és választunk egy nemzeti, tehát olyan valakit, aki a miénk. Ugye itt Nagy Imre volt az alapja az akkori politikai életnek, aki ilyen nemzeti kommunistának is. Tehát, hogy ezt a sikert el lehet érni, ebben nagyon erősen benne volt az akkor induló folyamatokban a lengyelországi Lengyelország halálra. Nem véletlen, hogy amikor a Műszaki Egyetemtől a Vemkő felé vonultak ugye a diákok, volt egy ilyen transzparens, hogy Lengyelország utat, követjük a lengyel utat. Ugye ez egy nagyon híres transzparens akkor az időből, ami teljesen egyértelműen mutatja, hogy a lengyel hatás az milyen nagy volt a magyar forradalomnak. A második fázisa a forradalomnak ugye az az utcai harcok, amelyeknek a következmények éppen nem mutatjuk, hogy a forradalom győzött. A magyar forradalom győzött. Ugye a megbukott az a kommunista rezsim, az árvósok egy csúnya sortűz után ugye a
Kossuth térre, utána visszahúzódtak, a hadsereg különböző egységei átálltak a forradalmárok oldalára, és lényegében úgy tűnt november 1-re, a másodikára, hogy győztek. Győzött a forradalom, megbukott a gyűlölt rezsim, létre jött a koalíciós kormány. És akkor mi történt? Hát akkor megindultak a testvéri szovjet tankok, és az egészet kiborták. Nagyon érdekes, hát szomorú ismétlődése ez lényegében 1849-nek, ugye 1849-ben is győztünk. A magyar forradalom és a magyar szabadság az győzött. Egészen addig, amíg meg nem jelentek a cári csapatok, és aztán ugye az már egy olyan túlerő volt, amire nem bírtunk. Ugyanaz megismétlődött 1956-ban, amikor is a tankok, az orosz tankok, a szovjet tankok ugye lekutották a forradalmat. De ez sem volt egy egyszerű folyamat, mert furcsa módon és racionális mai ésszel nehezen fölfogható, hogy ellenállás volt. Fegyveres ellenállás volt Magyarországon. Ha most belegondolunk, racionális ésszel nagyon nehéz megérteni, hogy mit gondoltak azok, akik géppisztollyal a kezükben, úgy gondolták, hogy szembeszegülnek a vörös hadsereg. Milyen lelki állapotban voltak azok a fiatalok, és kevésbé fiatalok, akik úgy gondolták, hogy ezt megpróbálják megállítani. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda elképesztő eufóriában élt ez a társadalom, és micsoda érzelmi odaadással éltek ezek az emberek, hogy úgy gondolták, hogy ők odaállnak a Korvin köz és az Üllői út és a Nagykörút sarkára, odaállnak soroksában a töltésre, és megpróbálják megállítani a világ legnagyobb hadsereg. És itt egy óráig közönös helyekre megállították. Tehát a Korvin közi harcok azok ugye legendásak, hogy hogyan állították meg, hát Molotov koktélokkal. Nem tudom, hallottak-e már arról, hogy mi az, hogy Molotov koktél. Hát a Molotov koktél az, amikor az ember egy ilyen befőttes üvegbe belerakja a benzint, azt letugaszolja, átfúrja, beletesz egy kanócot, a kanócot meggyújtja, és oda megy a tankhoz, hogy a kipufogóján be tudja dobni, vagy oda megy a tankhoz másfél méterre, hogy azon a lukon, ahol kinéznek, ott be tudja dobni, és volt még a tanknak egy-két ilyen gyengeségtja, hogy oda be tudja dobni, mert ha be tudja dobni, akkor a tűztől fölrobban a benzin, és a tank lejárt. És ezt amikor először olvastam, ugye az ember azt hiszi, hogy messziről dobálnak. Nem lehetett messziről dobálni, mert egy tankra messziről hiába dobálnak rá valamit, mert az fölrobban el, vagy leég. Olyan helyre kellett dobni, hogy meg tudja állítani a tankot. És többentel olvastam, hogy két-három-négy méterre oda kellett menni a tankhoz, ugye hát ez egy ilyen hatalom, hátulra ide-oda, hogy oda tudja dobni, ahol ugye a kipufogó már felszívta a benzint, és akkor felrobban belül a tank. Olyan közel kell menni, hogy ennek hatása legyen. Gondoljuk el, hogy közülünk ki merne oda menni most egy tankhoz, amelyik azzal jön, hogy agyonlőjön, és pusztítson mindent, és dobálja a Molotov koktélokat, amit valahol mások gyártanak, azért, hogy a tankokat felállítsák. Elképesztő lelki és szellemi állapotban voltak ezek az emberek, elsősorban fiatalok. Ugye olvasunk róluk különböző emlékezéseket, és akkor itt hadd kérnék rá erre a tüzetre, vagy később erről beszélünk, hogy milyen lelki állapotban volt ez a magyar ifjúság, vagy milyen lelki állapotban voltak a magyar katonák. Ugye voltak magyar egységek, amelyek fölvették a harcot a szovjet hadseregnek. Voltak különböző helyek, Soroksáron, Csepellen és különböző helyeken, ahol szabályosan harcoltak az oroszokkal. Nehéz fegyvereket bevettek, kezdte azt. Hát mindent megvették őket, és mindenki sokszor halott volt. De hogy elgondolni, hogy milyen erkölcsi és lelki tartás kell ahhoz, hogy valaki ezt vállalja, abban a tudatban, hogy 99%-a valószínűsége annak, hogy ott fog meghalni. Tehát az, hogy onnan nem tud elmenekülni, a legvalószínűbb, hogy agyon lövik. Ugye ott fog elesni, ott fog meghalni. Ez volt a, ugye mondhatnám azt, hogy a harmadik fázisa, ugye a második fázis volt a politikai. És akkor jött a negyedik fázisa, ugye a forradalomnak a megtorlás. A megtorlás ez egy döbbenetesen szerves része a forradalomnak, ugyanis anélkül nem beszélhetünk 56-ról, hogy ne beszélnénk az 56-ot követő megtorlásról.
ezt csapjuk talán azzal, hogy a 200 ezer ember elment, ugye részben azok, akik harcoltak és tudták, hogy életben maradtak, hogyha itt maradnak, akkor ők eltöltek legalábbis felakasztják. Másrészt azok, akik úgy érezték, hogy nem akarnak többet ilyen kommunista diktatúrában élni, és még olyanok, akik nem követtek el ilyen nem vettek részt közvetlenül a harcokban, de olyan politikai tevékenységet folytattak, hogy úgy érezték, hogy őket is legalábbis a hosszú-hosszú börtönélet várják. Van nekem olyan barátom, aki a Váci börtönben 53-tól 56-ig politikai fogolyként ciszter diák volt, és 56-ban úgymond ő szabadította ki a Váci börtönből a foglyokat, mert ott ugye elindult a foglyoki kiengedés, és rendkívül lassan, ilyen bürokratikus módon írogatták, adja a neve, stb. Az egészet lesöpörte, azt mondta, hogy fiúk, gyerünk, mert ha itt maradunk, akkor innen soha ki nem megyünk. És ez egy ilyen lázadás volt a Váci börtönben akkor, és úgymond kitörtek a rabok és eljöttek. Most ezek az emberek, tápolyunkat számoltak, tehát legjobb, hogyha elmennek, el is mentek. Svájcban például létrejött egy olyan külön magyar társaság, egy olyan csoport, akik mind 56-os menekültek voltak, és a sikeres vállalkozók, sikeres svájci magyarok, akik aztán a 80-as években létrehoztak egy alapítványt, az volt a neve, hogy Becsületadó. Ez a Becsületadó alapítvány, ez a 80-as években meghívta a magyarországi ellenzéki fiataloknak különböző egy részét, nekem szerencsém volt egy évig a Becsületadó támogatásával ment fel tanulnak. Tudom, hogy milyen lelkületű emberek voltak ezek, és elmeséltek ki a saját történetét. Pontosan így. Mindegyik tudta, hogy ha itthon marad, akkor valószínűleg nem élik. És utána jött ugye a megtorlás. A megtorlás az úgy 57 elején kezdődött, és körülbelül 1960-ig tartott. 60-ig tartott azért, mert általában 59-ben még volt halálos ítélet és kivégzés. A megtorlás az ugye brutális volt. Kádár és csapata úgy gondolta, hogy ezzel keményen le kell számolni, hogyha nem akarják annak a veszélyét fönntartani, hogy megismétlődjék. És a megtorlás nem csak büntetés volt, hanem mindig figyelmeztetés is. Tehát pontosan kiszámolták azt, nem csak azt, hogy kit kell ugye kivégezni, aki bűnös, és akkor azokat kivégezték, hanem olyan precedens jellegű pereket is kreáltak, amelyekre pontosan tudta Kádár, hogy nem szabad ha életben hagyni bizonyos embereket, mert az nekik veszélytelen. Ugye az egyik ilyen utólag rekonstruált ilyen per volt ugye a Mansfeld Péter pere. Mansfeld Péter, nyilván hallottak róla, ő ugye egy ilyen, lényegében nem is lett részt a forradalomban. Ha látták a Mansfeld című filmet, abban nagyon szépen benne van, hogy ők a srácok, ami rendőrtől elvettek valami pisztolyt, ilyen utcasarkon, ilyen szamárkodásból. Aztán persze nagyon hamar elkapták őket, bebörtönözték őket. És a barátait, őket elítélték erre arra, őnála megvárták, míg eléri a 18. életévét, és akkor halálra ítélték, és kivégezték. És ugye ez volt az egyik legcivikusabb lépése a kádári rezsimnek, hogy Mansfeld Péternél megvárták, míg betölti a 18. életévét, ugye ifjúkorút nem lehetett halálra ítélni, megvárták, míg 18 éves, akkor halálra ítélték, és kivégezték. És teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez egyfajta nagyon brutális, nagyon drasztikus figyelmeztetés egy korosztálynak. Az egész folyamatnak ugye a egyik fontos mozzanata volt Nagy Imrének a kivégzése. Ugye Nagy Imre elmenekült a jugoszláv nagykövetségre, onnan kijött, elvitték Romániába, Sznagovba, onnan hazahozták, és 1958-ban, júniusban halálra ítélték, és másnap kivégezték. Nagy Imrét nem kellett volna Kádáron kivégeznie, ezt nem kérték tőle az oroszok, ez azóta is bizonyított. Kádár Nagy Imrét a saját politikai szándéka miatt, a politikai elképzelései alapján végeztette ki. Nagyon tartott attól, hogyha Nagy Imre életben hagyja, akkor Nagy Imre körül előbb-utóbb kialakul egy olyan ellenzéki csoportosulás, amelyik az ő hatalmát veszélyezteti. Ez volt Kádárnak a második főbűne. Ugye az első főbűne Rajk Imrének, vagy Rajk Lászlónak a
a kivégzése volt. A Kádár ott is a politikai gyilkosságot vállalta, a másik volt Nagy Imrének a kivégeztetése, ahol szintén a politikai gyilkos szerepét vállalta. Nagy Imre kivégzésével egy nagyon erős jelzést adott az egész magyar társadalomnak, és az összes olyan politikai gondolkodónak, akinek üzenni akar, hogy nincs engedmény ebben a kérdésben. 56 kapcsán nincs engedmény, nincs tolerancia, nincsen semmi. 56-ot ő a lehető legkeményebben meg akarta torolni, mert úgy gondolta, hogy semmiféle ellenzéki erőt, ellenzéki pozíciót nem enged meg. Nagyon érdekes az egésznek az utótörténet. Ugye 61-ben amnestia volt, 63-ban amnestia volt, a politikai foglyok egy részét kiengedett. Nagyon érdekes volt aztán 70-es éve, 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől találkoztam ilyen politikai foglyokkal. Ez nagyon érdekes volt, például Mécs Imrével elégül összebarátkoztunk, és ő mesélte, hogy vagy Göncz Árpáddal, amikor a rádióban dolgoztam, hogy a legnagyobb küzdelem ezekben a perekben azért folyt, hogy ne halálos ítéletet mondjanak, hanem csak életfogytiglani. Mindenki úgy is érte meg, hogyha életfogytiglani ítélethez sikerül jutni, akkor az maga az élet, aki időt nyer, életet nyer. Körülbelül mindenki számon tudta, hogy az életfogytiglan az lehet, hogy 10 év, lehet, hogy 12 év, lehet, hogy 12 év, de ha előbb-utóbb kiszabadulnak. Így is történt, ugye sok úgymond életfogytos volt, aki aztán 63-ban szabadult. Viszont egy valamit még külön itt el kell mondanunk, sok mindenki, sokan bent maradtak. 63-ban a magyar kérdés lekerült az ENSZ napirendjéről, lekerült a nemzetközi politika napirendjéről, és akik bent maradtak, azokról megfeledkeztek. Bizony sok százan maradtak bent olyanok, akiket 56 miatt börtönöztek be. Ezek között viszonylag sok volt a katolikus pap, sok volt az olyan értelmiség, aki nem volt a homlok terében a politikának, és akiket nem felejtettek, azokat bizony a 70-es évek elején engedték ki. Volt ilyen munkatársam a rádióban, egy kitűnő kutató, reneszánsz zenét kutató, aki 71-ben jött ki a börtönből, fél lakon, mert azért akkor is kínoszták őket a börtönbe, ha nem ütötték, akkor 200-as égővel világítottak a szemükbe. Ez egy szerzetes volt, aki szerzetes módjára viselte a finnyait is, utána még megjelentetett néhány lemezt és néhány könyvet az erdélyi reneszánsz zenéről, kitűnő munkatársa lett a Magyar Rádióban. És ő mesélte el, hogy bizony voltak jó sokan még a börtönben, akikről megfeledkeztek 63 után, a nemzetközi közvélemény már nem foglalkozott vele, mindenki ünnepelt a kádári konszolidációt, ezek a szerencsétlenek várták, hogy kiengedjék őket. 1956 és a forradalom kérdése volt a kommunista rezsim legnagyobb tagja. A legnagyobb, ezt nyugodtan mondhatjuk, sok mindenről lehetett beszélgetni, sok mindenről lehetett vitatkozni a 60-as évek végétől, ugye új gazdasági mechanizmus, milyen legyen a gazdasági rendszer. 70-es évek elejétől már pár verkekben is beszélgetnek sok mindenről. 70-es évek végére már akadémiai bizottság alakult arról, hogy hogyan lehetne az alkotmány korszerűsíteni 70-es évek végén. De egy valamiről nem lehetne beszélni. Az 1956. 1956 volt a legmélyebb tabu. És ezt a Kádár is mindenki pontosan tudta, hogy amíg ezt tartja, amíg ezt sikerül elnyomni, addig tudja tartani magát a rendszer. És amikor ez kiszabadul, akkor az egész összetör. Mikor 1980-as évek közepén alakult meg a Történelmi Igazságtétel Bizottság, nem tudom pontosan az évét, az 1986. A történelmi tesék 85-ben. A Történelmi Igazságtétel Bizottságban olyan szereplők voltak, akik valamennyien áldozatai voltak a 56-os megtartásnak. Csörög értelmiségiek voltak, tudomásunk szerint, de nem csak, akik úgy érezték, ahogy a neve is mondta, hogy a történelmi igazságtételre szükség van.
ez a Történelmi Igazságtétel Bizottság folyamatosan próbálta elérni azt, hogy 56-ról kezdődjék valamilyen párbeszéd. Ugye 85 és 85-ről a magyarországi politikai viszonyok valamelyest enyhültek, és a Történelmi Igazságtétel Bizottság ilyen nagyon erős katalizáló szerepet vállalt ebben a főleg ellenzéki téren zajló párbeszédben. És a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak az egyik, vagy a legfőbb értelmezett végül is az, hogy Nagy Imre lányával egyeztetve elérték a magyar kormányát, amelyik akkor már ugye nem Kádár János vezette, hanem Németh Miklós, a Kosba Imre és Szűrös Mátyás is ő, hogy Nagy Imrét exhumálni kell, a társait exhumálni kell, és a Nagy Imre temetés, Nagy Imrét és társait tisztességgel el kell temetni. Előtte történt még valami, ami azért bátorítóan hatott. 88 őszén alakult meg az a bizottság, amit az MSZMP, akkor még MSZMP központi bizottsága, a párt központi bizottsága alapított, amelyik ilyen történelmet értelmező, felülvizsgáló bizottság volt. A Berenti Iván volt benne, meg Kosba Imre volt benne, meg ilyen. Úgy tettek, mintha a történelem, mi tudományos dolgokról beszélgetnének. Valójában egy ilyen politikai vita volt arról, hogy mit hogyan kéne most nevezni. Hogyan kéne most nevezni, és ugye akkor tette meg Kosba Imre azt a szokatlan lépést, hogy kiállt 89. januárjában, és kimondta azt, hogy 1956-os népfelkelés. Ugye 1956-ot ellenforradalomnak volt kötelező nevezni egészen eddig a pillanatig, illetve aki nem akarta ellenforradalomnak nevezni, talán emlékszünk rá, az azt mondta, hogy az 56-os események. Ugye az 56-os események az egyfajta ellenzéki magatartást jelentett a kommunikációban, mert azért sem mondom ki azt, hogy ellenforradalom, hanem úgy beszélünk róla, hogy az 56-os események. És 89. januárjában ugye nyilvánosságra hozták azt a úgymond már hivatalos álláspontot, hogy népfelkelésre. Ez egy nagyon erős lökést adott az egész téma föltárásának, és hát ugye a nagy pillanat az Nagy Imre és társainak a újra temetése, illetve hát helytelen kifejezés az eltemetése volt. Először ezt lezajlott az exhumálás, azon én nem voltam ott, de akik ott voltak, azok azt mondták, hogy döbbenetes volt. Döbbenetes volt, ugyanis nem csak a sír fölbontása, mert nem voltak ezek sírok, hanem akkor a földet eltávolították arccal lefelé, összedrótozott kézzel, összedrótozott lábbal, így találták meg a áldozatokat. A temetés maga egy méltóságteljes aktus volt, azt hiszem, hogy ez mindjárt, vagy a fiatalok nem, de az idősek tudják. A Történelmi Igazságtétel Bizottság engem kért föl, hogy legyek a konferenciéje vagy a vezetője a temetésnek. Engem 83-ban politikai okokból eltávolítottak a Magyar Rádióból, és akkor ez a bizottság, jó barátaim voltak, azt mondták, hogy akkor ez lesz a te morális elégtétele, hogy akkor te vezetheted a temetést. Nem akarom elmondani, hogy ilyen döbbenetes élmény volt, erkölcsileg, lelkileg, érzelmileg az egészet ott végigvezetni. Hatalmas tömeg, a rendkívül méltóságteljes hangulat, magatartás és az enyhe feszültség. Az a feszültség, hogy azért voltak sokan, akik nem tudták, hogy ez az aktus, amelyik akkor mégiscsak a politikai ellenállásnak a csúcsa volt, vagy egy bizonyos csúcsa volt, hogyan fog végződni? Lesznek-e provokációk? Vajon, ugye a legegyszerűbb megfogalmazásban, nem lőnek-e bele a tömegbe? Vajon nem történik-e valami olyasmi, ami katasztrófához vezet? Nagyon érdekes utólag olvasni a memoárokat, a Németh Miklósét, másét, hogy ők hogy viszonyultak ehhez. És kiderült, hogy ezek a figyelmek nem voltak teljesen alaptalanok. Ne felejtsük el, hogy akkor még a munkásőrség létezett. Ne felejtsük el, hogy akkor még különböző fegyveres testületeknél sok-sok fegyver volt, amiről nem lehetett tudni pontosan, hogy milyen ellenőrzés alatt. Nem történt semmi, a temetés zajlott.
július 6-án 89-ben a bíróság rehabilitálta Nagy Imrét és társait, és július 6-án meghalt Kádár János. A kettőnek nem volt közvetlen oka, közvetlen összefüggése, de egy nagyon-nagyon mély, szimbolikus összefüggése. Kádár addigra már egy megbombott elmével követte az eseményeket. Ugye a temetés előtt két hónappal volt egy sajátos megjelenése a párt központi bizottságának egy ülésén. Ezt Fejti György mesélte el egy interjúban, hogy az lett volna az az ülés, amikor Fejti, mint az MSZP reformereinek egyike, előadja az alkotmánymódosításra vonatkozó MSZP-s elképzeléseket. És ő mesélte el, hogy készült a nagy jelenetére, hogy ez lesz az ő karrierjének a csúcsa, és egyszer csak kiderült, hogy Kádár János beszélni akar. Többen próbáltak visszatartani, mert tudták, hogy nincs már nagyon jó állapotban, de ő beszélni akart. Kiment a pulpitusra, és nem tudom, hogy hallották-e valaha, mert a tévében egyszer-kétszer beadták ennek részleteit, hogy miről beszélt. Arról az emberről beszélt. Emlékeznek arról az emberről. De az igazán érdekes az volt, hogy az az ember, ez két ember. A töredékesen, ilyen zavarodott elmével, lényegében a két politikai gyilkosságának a magyarázatát próbálta adni, hol Rajkra utaló mondatokat mondott, hol Nagy Imrére utaló mondatokat mondott. Döbbenetes volt ezt hallgatni, hogy végül is nem úszta meg. Végül is halála előtt szembe kellett néznie a tetteivel, és ezt nem tudta már földolgozni, ezt csak megbomlott elmével bírta végigkísérni, és a megbomlott elméje az így mutatkozott meg a végén, hogy kiállt oda, és mindenki kétségbe este nézte, hogy mi lesz ebből, és két halottról beszélt, két emberről beszélt, Rajkról és Nagy Imréről, és mindig azt mondta, hogy az az ember, az az ember. És azt magyarázta, hogy ezt miért kellett tennie, de hát innenvalóan az már egy mondott helyzet. Ez volt, ahogy Martonyi János fogalmazott interjújában, a Nagy Imre temetés volt a végső szög a kommunizmus koporsójában. Amikor Nagy Imrét rehabilitálták, azzal az egész forradalmat erkölcsileg és jogilag is rehabilitálták, és ezzel a mozzanattal lényegében lezárult a kommunizmusnak a korszaka. Ami utána következett, az a rendszerváltoztató folyamatnak a közjogi és politikai vonatkozása volt. Ennek sok ilyen aprócsepő mozzanata van még, hogyha érdekli önöket, szívesen mesélek ezt-azt, kicsit könnyebb témákat is, de záró akkorként engedjenek meg, elmondjak, felolvasok még egy verset. Ez a vers, ez pedig Márai Sándornak a Mennyből az angyal. Ezt a verset 1956. decemberében írta Márai New Yorkban. Mennyből az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj suhogd, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban kerül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejem papír zizeg, ajándék, bölcs szófontolgat, bölcs szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyalj, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes ében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi,
egyik érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez soknak. Imádkoznak vagy iszonyognak, mert más lógafán nem cukorkák. Népek Krisztusa Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, aki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, belemártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol, néz, mint Krisztus a keresztfáról. Ő különös ez a karácsonyfa, ördög hozta, angyal hozta, ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép volt most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentálja, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt ez a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csendben. De most sokan kérdik, mi történt, ki tett csontból, húsból törvény? És kérdik, egyre többen kérdik, hevegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, az élet element ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, menjünk az Atya.